A 2022-es évet az ENSZ az üveg nemzetközi évének nyilvánította. Az üveg a csomagolás technika egyik nagy múltú alapanyaga, és visszagyűjtve számtalanszor újra hasznosítható, hangzott el a Csomagolási és Anyagmozgatási Szövetség szakmai napján. Orosházán, az öblös üveggyárban um, nagyon sokfajta üveget állítunk elő. Azt mondhatjuk, hogy minden jóhoz, ami körbevez bennünket, mi gyártjuk az anyagot. Ide lehet érteni a sört, bort, szeszes üvegeket és az élelmiszeriparban a konzerv üvegeket, ami, ami, minden családban ott van. Miért is jó az üveg, üveget használni? ízben, egészséges élelmiszerek fogyasztásában, abszolút támogató csomagolóanyag, átlátható, tehát látszik, hogy milyen, milyen terméket tárolunk az üvegben. Az üveg folyamatosan újrahasznosítható száz százalékban, és abszolút nem szennyezi a környezetet, ezért is használjuk. Ahhoz viszont, hogy újra hasznosíthassuk az üveget, vissza kell váltani, vagy ha ez nem lehetséges, a gyűjtőhelyekre vinni, ugyanis onnan az üveggyárba kerül, és a gyártás során felhasználják az üvegcserepeket. Ha üvegcserepet használunk, akkor sokkal-sokkal környezettudatosabban tudjuk gyártani az üveget, kevesebb energiát használunk fel hozzá, kevesebb lesz a széndiokszid kibocsátásunk. Én mindenkit csak arra tudok buzdítani, hogy, annak ellenére, hogy változtatni kell a, a, szokásainkon, viszont az üveg az nehezebb, vissza kell vinni a gyűjtőhelyekre, gondolja végig mindenki, hogy, hogy egy olyan anyagot használ, ami folyamatosan mindig, mindig újra felhasználható, mert, mert ezzel tulajdonképpen mindenki tesz azért, hogy, hogy vigyázzunk a bolygónkra és élhetőbb legyen a környezetünk.